A szezon egyik legkomolyabb kihívása várta nek a csapatára, hiszen az NB1-es bajnokság harmadik helyén álló Balatonfüred érkezett Boglárra. A mérkőzés első perceiben egyszerűen nem tudtunk gólt lőni a vendégek nagyszerű napot kifogó kapusának. Ellenfelünk ugyanakkor sorra lőtte góljait, így negyed óra elteltével már 11-3-as előnyt szerzett. Kovács Gergő találataival igyekeztünk közelebb zárkózni, de a félidő így is 8 gólos füredi előnnyel zárult. Szünet után újabb 6 percet kellett várni az első boglári gólra, ezzel tovább növelték előnyüket a feketemezesek, a 40. percben 23-10-re elléptek. A második félidőben már felszabadultabban játszottunk, Alexa Tamás védéseinek tapsolhatott a közönség, és jó volt látni Temesvári Gábor bátor játékát is, aki sokszor vállalt főszerepet a támadásokban. Sotonyi László ezúttal is lehetőséget adott a fiataloknak is, akik rengeteg tapasztalatot szerezhettek a mérkőzésből, amely 29-20-as balatonfüredi győzelmet hozott.